Turisták figyelem, főleg, hogyha gyerekekkel strandoltok Floridában. Az olyan napokon, amikor trükkös hullámok vannak, úgynevezett behúzó áramlat, jobb kihagyni a fürdőzést. Nagyon veszélyes a víz, mert egyszerűen beszippant, magával ragad, elsodor az áramlás, és ilyenkor még a felnőtt jó úszók sem tudnak könnyen kijutni a partra. Mindig figyeljétek a zászlókat, a sárga közepes erősséget, a piros már komoly kockázatot jelent. Ha pedig az úszófigura át van húzva, az egy egyértelmű jelzése annak, hogy tilos a fürdőzés. Ma nekünk egyébként sárga jelzésünk volt, de még így is küzdöttünk a hullámokkal, a gyerekeket nem is engedtük a vízbe, ők a partról nézték a trükkös hullámokat, a székek alá betörő vizet. Ilyenkor biztonságosabb távol maradni az óceántól.